Kihozzák az ételt, és nem úgy van, mint az én gyerekkoromban, hogy ugye imádkoztunk, megköszöntük a jó Istennek, nem öcsém, mindenki veszi a telefont, állítgatja, fényképezi, azt se gond, ha szakaja, de legyen egy jó kép róla, mert az a legfontosabb. Bellus István alapozta meg a vidám hangulatot péntek este Újfehértón. Dombóvári István önálló estjének műsorvezetője 52 évvel ezelőtt született Miskolcon, és 13 éve a színpadról szórakoztatja a közönséget. A Dombival közös turné februárban indult, és több mint 20 állomást érintenek majd. Egymást azért próbáljuk inspirálni, és remélem, hogy én is teszek az ő munkásságához, meg ő is az enyémhez. De ez jó, mert egyébként tényleg nagyon sok ötletünk így útközben jut eszünkbe, amikor ugye összezárva utazunk A-ból a B-be, és hát végülis tudjuk egymást spanolni, meg tényleg így jönnek a jó ötletek, hogy valamit kitalál ő, arra én mondok valamit, aztán ő is. Bár Bellus és Dombóvári sok közös élményt megéltek az elmúlt években, mindketten azt mondták, nem betétársai egymásnak, más közönségül be a műsoraikra. Nincs olyan, hogy jobb humorista, nincs olyan, hogy jó. Olyan van, hogy sokféle ember van, sokfajta humor, és mindenki megtalálja a neki való irányt. Én láttam már ilyen számháborúkat, hogy valaki a nézőszámával vagánykodik, valaki a lájkjaival, ez abszolút nem így van. Meg lehet tölteni élettel egy kicsi termet is, és el lehet vérezni egy hatalmas nagy csarnokban is. És ugyanez fordítva, nincs ilyen, hogy jó. Az a jobb humorista, aki aznap este jobban megnevettette a közönséget. A két humorista és jó barát elmesélte az első találkozásuk történetét is, hogy a két sztori egyezik-e, a péntek esti Weekend című műsorunkból kiderül.